Sziasztok, Skywalker vagyok ismét. Új nap és új pálya érkezett a Groove Danger Challenge-be. Itt sok-sok zombi és élőholt ellen fogunk harcolni. Kaptunk egy új egységet. Amint ígértem, olyan hősöket választok, ami biztos, hogy mindenkinek megvan. Ez nem teljesen igaz, mert a nagyon kicsiknek nem biztos. A legtöbb embernek megvan, tehát ezek ingyenes hősök. Ez a Primadonna, a Rose Knight és a Sea Squire. Az első pályán jön egy rakat csontváz ezzel a kaszás némberrel. Itt igazából életbe kell maradni. Egy praktikus dolog lehet, hogy az új egységet, ha megnézzük, hatalmas területen képes sebezni, és nem csak sebezni, hanem bénítani is. Ezt összekombinálva a Groove mókusnak a cuccával, azokat könnyen meg tudjuk ölni. Nem kell spórolni a skillekkel, életbe kell maradni. Ő már szerintem nem fog akkor átütni, hogy aggódni kelljen. Jó. Ez volt az első pálya. A második pálya érdekessége, hogy folyamatosan fognak érkezni erősítések az ellenfélnek, és körbe fognak venni, ahogy látjátok, körbe fognak venni ilyen zombi katonák. Itt nagyon jó lesz ez az ekkora területi sebzés, mindig igyekezzetek lebénítani, illetve sebezni a legtöbb zombit, és összekombinálni a másikkal. Jó, tehát látható, hogy folyamatosan érkeznek. A védőpajzsot érdemes egyfolytában nyomni, ezt a bénítást szintén és a sebzést, amikor csak lehet. Talán ez a legnehezebb része ennek a challenge-nek. Mindig próbálkozni kell azzal, hogy minél hamarabb megölni, tehát hogy egy területen megkezdeni, mondjuk ott, ahol megérkeztek, és akkor szépen le lehet őket morzsolni, és nem kapsz akkor a sebzést, hogy meghalljál. Jó. A következő résznél kicsit trükkös a dolog, mert mindenféleképpen a kicsiket kell először megölni, ugyanis, hogyha a nagyot sikerül megölni, akkor fog jönni még egy garnitúra, azok már csontvázak lesznek, még egy ilyen fő ellenséggel. Jó. Ezt már meg is lehet várni. És akkor megmarad az összes ulti. Jó, és akkor itt hirtelen meg fognak érkezni a csúnya csontvázak. Ezután már nem fog érkezni semmi más, tehát ezeket kell csak leütni. Itt már lehet a nagyot is ütni vele. De érdemes a kicsiket elsősorban, mert akkor kevesebb sebzést kapnak az embereid. Területinél mindig úgy célozatok, hogy a lehető legtöbb ellenséget lefedje. És most már csak a maradékot kell leütni. Ha van skilletek, azt már nyugodtan elnyomkodhatjátok.
És ennyi volt a harmadik pálya. Remélem, hogy segített nektek ez a videó. Vigyázzatok magatokra, bújtassatok, sziasztok!